A zsinagóga méltó hely az alkotásra, nagy öröm, hogy a művészek családként dolgoznak együtt, fogalmazott Tatár Gabi, az Egri Pince Színház vezetője. Szőke Péter Jakab azt mondta, a Nemzetközi Alkotó és Művésztelep kiemelt program az évben. A Pince Színházzal és Györfi Andrással kezdték el szervezni. Hozzátette, céljai között szerepelt egy összművészeti program létrehozása. A színészekkel, színházzal, zenészekkel, festők, szobrászok együtt tudjanak dolgozni. Ez egy nagyon, nagyon érdekes hangulatot teremt a művésztelepen, hogy látjuk a próbákat, együtt lehetünk ugye előadás után a színészekkel. Nekünk ez egy nagy kaland, illetve nekik egy másfajta megközelítése az önkifejezésnek, látják, hogy vizuálisan miket álmodunk meg, vagy találunk ki. Elmondta, idén külföldi művészeket is hívtak. 4 alkotó Oroszországból érkezett, akik modern munkákat hoztak magukkal. A kis zsinagóga egész nap látogatható, délelőttönként az alkotó folyamatokba is bárki bepillanthat. A kész munkákból augusztus 14-én záró kiállítást szerveznek, amelyre 17 órától várják az érdeklődőket. Elhangzott, az elmúlt évek alkotásaiból egy állandó tárlatot is terveznek. Az Egri Művésztelep alkotói az elkészült munkákat a Pince Színháznak ajánlják fel. A képeket jótékony célra fogják felhasználni, hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnének segíteni.